a Pannon Televízió híradóját látják, a Céréka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Alakuló ülés, elkaszált előterjesztések. Elindult az új ciklus a Pécsi Városházán. Alpolgármesterek nélkül maradt Pécs. A jogi helyzetről, következményekről beszélt a jegyző. Női utak konferencia Pécsen. Fiatal vállalkozó nők a megújulásért. A Gyöngyhajú lány legendája. Omega Musical bemutató a Pécsi Sportcsarnokban. 4 előterjesztésből csak egy ment át a pécsi közgyűlésen. A keddi alakuló ülésen sem az alpolgármester személyéről, sem a bizottságok felállításáról nem született döntés. Csak a régi új polgármester illetményét fogadták el a mostantól hivatalba lépő képviselők. Vonós Ötös a Pécsi Városházán a díszteremben. Itt tartotta ünnepi körülmények között alakuló ülését a város új képviselőtestülete. Azonban már nem áll baloldali többség a régi új polgármester mögött. Ennek eredménye, hogy nem sikerült alpolgármestereket választani. A jogszabály szerint Péterfi Attila, mint polgármester tehet javaslatot alpolgármesterek személyére. Ő Ruzsa Csabát és Zag Gábort jelölte, akik korábban is betöltötték ezeket a posztokat. De a jobb oldal nem támogatta. Ezt nem szavaztak. Ő most egyelőre arra két személyre tett javaslatot, akik az elmúlt 5 évben is a beosztottjai voltak a polgármesterként. Mi azért sem vettünk részt a szavazásban, mert álláspontunk szerint ők egyikőjük sem alkotott olyan maradandót, nem tett le olyan eredményt az asztalra, ami miatt újabb 5 évet kellene nekik megszavazni, hogy újabb 5 évig alpolgármesterként segítsék polgármester úr munkáját. Tehát amennyiben polgármester úr olyan személyt jelöl, aki álláspontunk szerint is megfelel annak a mércének, hogy együttműködve, megfelelő szakmaisággal, bölcsességgel tudja szolgálni a pécsiek érdekeit, úgy ezt a szemét nyilvánvalóan támogatni fogjuk. A frakcióvezető szerint a választók nemet mondtak a sikertelenségre, a baloldali arroganciára, a polgármester egyeduralmára, igent mondtak a biztonság és a fejlődés programjára. Mostantól a közgyűlésnek lesz polgármestere, és nem fordítva. Ezzel a pécsiek akarata érvényesül a döntéshozatalban. Szakmai egyeztetés alapján pécsiek érdekeit képvisel egyfajta egységet felmutatva tudjunk működni, és ez viszont kell, hogy partner legyen a polgármester, tehát a továbbiakban ő is meg kell, hogy hajoljon a pécsiek választói akarata előtt, ugye a június 9-i választás eredményeként pécsiek azt üzenték a polgármester úrnak is, és mindannyiunknak, hogy bizony együttműködésre a képviselők, politikai színezettől függetlenül megválasztott képviselők mindegyikének a döntéshozatalba való bevonására lesz szükség. Az alakuló ülésen a városházi bizottságok összetételére is javaslatot tett a polgármester. Ehhez a szervezeti és működési szabályzat módosítását kérte, de ezt sem fogadták el a képviselők. Péterfi a bizottságokba a képviselők mellé külsős tagokat is tenne. Ezt úgy értelmezték, mint politikai kifizetőhelyeket, ezért a többség nem támogatta. Én azt gondolom, tehát hogy nem mondom azt, hogy nem voltak jogos kritikánk, voltak jogos kritikánk. Én azt gondolom, vagy hát bízom benne, hogy mindenki kellőképpen felnőtt a feladathoz. Azért vagyunk itt, hogy ezeket a vitákat lezongorázzuk minél hamarabb, de azt mindenkinek meg kell érteni, hogy jövő héten muszáj döntést hozzunk annak érdekében, legkésőbb decemberre a testület felálljon olyan mértékben, hogy végre tudjunk dolgozni is. Legközelebb tehát az október 22-i közgyűlésen kerülhet a képviselők elé az alpolgármesterek személye és a bizottsági struktúra kialakítása. Így az alakuló ülésen abban sikerült eredményt elérni, hogy megszavazták a polgármester havi illetményét, ami 1,5 millió forint. Milyen következményei lehetnek, ha nem tud megegyezni a polgármester és a képviselőtestület az alpolgármesterekről? Meddig maradhat fenn ez az állapot? Erről kérdezte stábunk a pécsi jegyzőt az alakuló ülés után. A jogszabályi előírás értelmében az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen meg kell választani az alpolgármestereket, tudtuk meg pécsi jegyzőjétől. Az alakuló ülésen ez nem sikerült, de Lovász István bízik abban, hogy ezt október 22-én megteszik a képviselők. Előterjeszteni elő kell, én bízom benne.
hogy lesz eredményes, sikeres választás. Ha ez mégsem így történne, akkor ez a helyzet mind addig így marad, amíg vagy a kormányhivatal intézkedést nem foganatosít, vagy pedig a testület valamelyik soron következő ülésén érvényes, eredményes módon legalább egy alpolgármestert nem választ. Fontos megjegyzés, hogy a jogszabályi előírás szerint egy alpolgármestert, aki a polgármester akadályoztatása esetén a helyettesítési jogkört gyakorolja, a testület a saját tagjai sorából kell, hogy megválasszon. Azonban ehhez legalább egy olyan jelölt kell, akinek a személyét elfogadják a jobb oldalon is. Ez derült ki a keddi szavazás után, ahol a többség nem támogatta polgármester jelöltjeit. Ez a helyzet a jogszabály szerint csak egy ideig lehetséges, tudtuk meg a jegyzőtől. Amennyiben kellő idő eltelik már az önkormányzat működésében, amely anélkül történik, hogy megválasztott alpolgármestere volna, akkor a kormányhivatal az úgynevezett törvényességi felügyeleti intézményrendszeren keresztül ennek az intézménynek az eszköztárát igénybe véve lép föl az önkormányzattal szemben, először felszólít, és amennyiben ennek nyomán sem tud a testület alpolgármestert legalább egyet választani, akkor az úgynevezett aktuspótlási intézmény szabályai szerint történik a további ügymenet, tehát a bírósághoz fordulhat. Ez egy bonyolult, bürokratikus folyamat lenne Lovász István szerint. A bíróság pedig egy két lépcsős, egyébként meglehetősen hosszú és komplikált bürokratikus eljárás nyomán felhatalmazhatja a kormányhivatal vezetőjét, hogy a polgármester által megfogalmazott személyi javaslatok közül a közgyűlés helyett, tehát kvázi a testület helyébe lépve és hatásköreit ideiglenesen átvéve maga válassza meg a város alpolgármesterét, illetve nevezze ki, hiszen ő egy személyes döntéshozó, a város alpolgármesterét. Pécs edzője azt mondja, ne ebből a lehetséges kimenetelből induljunk ki, hiszen a baranyai vármegyeszékhelynek mindig voltak szabályosan, törvényesen megválasztott alpolgármesterei, ezért bízik a döntés meghozatalában, ami a polgármester és a képviselők szándékán múlik mostantól. Rövid híreink következnek. Nagy érdeklődés mellett kezdődött el a Baranya vármegyei kormányhivatal pályaválasztási rendezvény sorozata. A 7.-8. osztályosok egy helyszínen ismerhetik meg a vármegye középfokú oktatási intézményeinek képzési kínálatát. Információkat szerezhetnek az ezekben folyó munkáról, az elérhető szakkörökről, szabadidős tevékenységekről. A Pécsi Expo Centerben zajló háromnapos kiállítást követően október 17-én Szigetváron, majd 18-án Mohácson folytatódik a program. Budapest Kelenföld és Ferencváros állomás között karbantartást végeztek, emiatt a pécsi vonalon is változott a menetrend. A pécsi ICK egy része a déli pályaudvarra vagy Kelenföldre érkezett és onnan is indult. Szerdától azonban helyreáll a rend, azaz a keleti pályaudvarra futnak be és onnan is indulnak a vonatok. A hagyományokhoz híven idén is megrendezik a pécsi belvárosban az őszi növényvásárt. A Kossuth téren a látogatók október 18-án pénteken 10 és 17 óra között válogathatnak a szebbnél szebb növényekből. A rendezvényen számos kertészeti áruda kínálja fel különleges növényválasztékát. A vásár ideális alkalom arra, hogy a látogatók beszerezzék az őszi kertészkedéshez szükséges növényeket, amelyekkel otthonaikat, kertjeiket még szebbé varázsolhatják. Az árusítók őszi rózsák, krizantémok, növénykülönlegességek, virághagymák és szezonális évelő dísznövények széles kínálatával várják az érdeklődőket. Az Én Márka és Stílus Nők Egymásért és a Jövő Generációért Egyesület alapítói fiatal vállalkozó nők. Céljuk segíteni és támogatni azokat, akik megújulnának, újra szerveznék az életüket, vállalkoznának. Kiemelten segítik a fiatalokat, hogy felnőtt életüket jó alapokkal kezdhessék. Konferenciát tartottak Pécsen a Civil Közösségek Házában. Olyan magyar vállalkozó nő is lehetőséget kapott a bemutatkozásra, aki 11. éve Németországban él, és 8. éve vállalkozó. Az ott szerzett tudását, tapasztalatát szeretné átadni a vállalkozó kedvű nőknek, fiataloknak. Többek között a női életutakkal kapcsolatban is szeretne tanácsot adni a jelenlévőknek. Nyilván szerettem volna azzal az értékkel, amit én képviselek, hozzáadni ez a konferenciához, hiszen nagyon színes, nem
csak Baranyából, mindenhonnan jöttek, és hát ugye külföldről is én jöttem, és nyilván itt bemutatkozhatok. Pénzügyi vállalkozás mellett egészséget is képviselek, és így ezt szeretném így bemutatni a nagy közönségnek. Az Én Márka és Stílus Egyesület tavaly alakult. Fiatal nők és férfiak alapították. Az elnök Sóki Judit elmondta, céljuk egy olyan támogató közösség létrehozása, amelybe az érett 30-as, sőt 50-es korosztály életviteli gondjaira megkaphatja a választ. Legyen az egészség, család, munka, vagy éppen egy vállalkozás indítása. De az is lehet, hogy szívesen megújulna, vagy újra kezdene valaki valamit az életében. Én azt gondolom, hogy az, hogy én hogy érzem magam belülről, az látszani fog a külsőm. Is. Ezért ugye a konferencia előadói között is vannak önbizalom, magabiztosság témát fejlesztő kócsok, de hát ez is számít, hogy hogyan öltözöm, hogy önazonos vagyok-e, jól érzem-e magam a bőrömben, hogy hogyan élem meg a mindennapjaimat, tehát a stílus tanácsadás, a stílus is egy nagyon fontos terület, illetve az életmódunk, mert egyáltalán nem mindegy, hogy most a mai világban eleget mozdunk-e, eleget vagyunk friss levegőn, elég tápláló ételt veszünk-e magunkhoz. A konferencián minden témát fogunk venni, és az egyesületünk tevékenységében is ilyen tanácsadások folyamatosan működnek. Havonta tervezik a kapcsolatépítő és kapcsolattartó probléma átbeszélő közösségépítő találkozásokat. A Stílus és Magabiztosság női utakonferencián a testi és lelki egészség témáit, a stílust, a megújulást, életmódváltást érintő különböző kérdéseket vitatják meg. Előadók Kicsér, Baranyai Agde Németországból, Lajos Komáromból, Budapestről, Kaposvárról is érkeznek. Az Én Márka és Stílus Nők Egymásért és a Jövő Generációjáért Egyesület 2023. júniusában alakult. Kiemelten segítik a fiatalokat, hogy felnőtt életüket jó alapokkal kezdhessék. A rendezvénynek Pécsen a Civil Közösségek Háza adott otthont. Pécset is láthatta a közönség Posgai Zsolt rendezésében a Gyöngyhajú Lány legendája Omega Musicalt. Az egyik főszerepet Kóbor János lánya Léna alakította, a másik főszereplő Sánta László volt. Az alkotás az Experidence-el valósult meg a Lauber Dezső sportcsarnokban. Több helyen bemutatták már a Gyöngyhajú Lány legendája című Omega Musicalt nagy sikerrel. A darab egyik főszereplője Sánta László, aki 12 éve játszik musicalekben, így közel áll hozzá az éneklés. Posgai Zsolt a darab rendezője volt az, aki fölkért és megkért rá, hogy ugorjak be ebbe az előadásba. Akkor egy másodpercig úgy állt a helyzet, hogy csak egy előadást kell megcsinálnom. Ennek már azt hiszem 6 éve, úgyhogy viszonylag régóta csinálom az előadást. Nagyon szeretem, mert ezek az Omega dalok fantasztikusak, úgyhogy már csak ezért is érdemes eljönni és megnézni. A musical egy főszereplővel gazdagodott, aki a legendás zenekar frontembere, a 3 éve elhunyt Kóbor Jánosnak a lánya, Kóbor Léna lett. Másfél éve csöppent a produkcióba, ezzel a szerepléssel édesapjára is emlékezik a 17 éves Kóbor Léna. Másfél éve játszom ezt a szerepet, mert akkor keresett meg a TBG Production, amikor Békefi Viktória terhes lett, és akkor mondták, hogy lesz egy ilyen casting, és akkor mondták, hogy mindenképpen jöjjek el, próbáljam meg, hát ha sikerül, és akkor szerencsére sikerült, és utána volt egy 2 hónapos próba folyamat, és tavaly májusban volt az első előadás, és akkor azóta már rengeteg előadáson vagyunk túl, és imádom játszani ezt a darabot. A producer Vona Tibor azt tapasztalja, hogy egészen a 20 év körüli korosztályt is magával ragadja az előadás, hiszen ismerik a dalokat, és persze az együttest is. Olyan 22-23 éves korig le tudunk menni érdeklődés tekintetében. Sziget is például ilyen volt, amikor családostól nyáron megérkeztek, és csináltunk egy fulltáblás teltházat. Nézegettem, itt a korosztályi összetétel az 50 pluszos. Biztos vagyok benne, hogy nosztalgiázni fognak, biztos vagyok benne, hogy könnyezni fognak. Az a cél, hogy könnyezzenek, de örömükben és boldogságukban és a kellemes nosztalgikus emlékek mentén. Első szereposztással érkeztünk, nagyon nagy közönség sikeres számítunk. A technikai beállás, a beéneklés, ugye itt voltam, ez kiválóan sikerült, ezek mind olyan fontos háttérmomentumai, amit mi már látunk,
hogy szellemileg nyilván nincs két egyforma előadás, de a kollégák azok annyira mennyire összefogottak. Posgai Zsolt pécsi születésű rendező, számos nemzetközi díj nyertese. Nemrég az Omega egyik nagy sikerű daláról elnevezett musicalt alkotta meg. A Gyöngyhajulány legendáját október 11-én mutatták be a pécsieknek a Lauber Dezső sportcsarnokban. Az előadásról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink. A régió híreivel folytatjuk. Hivatalosan is megalakult az új önkormányzati ciklus Tolna vármegyei önkormányzatának közgyűlése. Az alakuló ülésen a képviselők elnököt és alelnököket választottak. Kölesden tartotta meg alakuló ülését a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlése. A vármegyei önkormányzatban június 9-én a választók 11 kormánypárti, 2 Mi Hazánkos, 1-1 DK-s és Momentumos képviselőnek szavaztak bizalmat. Az alakuló ülésen a képviselők Orbán Attillát, a korábbi ciklus alelnökét választották meg a közgyűlés elnökévé. Én alelnökként is nagyon fontosnak tartottam a településekkel való személyes kapcsolattartást, és most is ezzel szeretném kezdeni, hogy végig látogatom az összes települést, mind a 109 települést. Sok településen új polgármester van, meg akarok ismerkedni az új polgármesterekkel, a régiekkel, át akarjuk beszélni az eddigi fejlesztéseket, amit közösen eszközöltünk, és meghatározni az irányokat a következő ciklusra mindannyiunk számára. Az önkormányzat feladata, hogy a vármegye valamennyi települését segítse céljaik elérésében. Azon túl, hogy nekünk a fő feladatunk a terület és település fejlesztés, van egy önként vállalt feladatunk is, amit még talán a terület és település fejlesztésnél is fontosabbnak tartunk, ez pedig a közösségek fejlesztése, hiszen igazából mindent az emberekért, a közösségekért kell tegyünk, és minden fejlesztés a közösségeket, az embereket kell figyelembe vegye. A közgyűlés alelnököket is választott, szám szerint 3-at. Zsikó Zoltán korábbi alelnök továbbra is marad ebben a pozícióban főállású alelnökként, társadalmi megbízatású alelnököknek Bíró Marcelt és Vizin Balást szavazták meg. Potápi Árpád János államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője köszönetet mondott azoknak a választóknak, akik június 9-én elmentek szavazni. Természetesen azoknak még inkább, akik egyébként a megyei listák valamelyikére is szavaztak, különösen azoknak, akik a Fidesz-KDNP listáját támogatták, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy történelmi sikert értünk el, hiszen eddig a 15 fős testületben, közgyűlésben 10 helyünk volt, ez mostantól 11-et jelent. Úgyhogy sikerült még jobb eredményt elérnünk, mint 2019-ben ez. Azt feltételezi, hogy nagy bizalommal fordultak irányunkban a Tolna vármegyei szavazók, és ezt a bizalmat meg kell nekünk szolgálnunk. Orbán Attila elnöki pozícióban az előző önkormányzati ciklushoz képest Fehérvári Tamást váltja. Idén 3. alkalommal tartották meg a Dombóvári Borfesztivált. Az eseményt Domborfest néven hirdették meg. A szervezők környékbeli borászatokat invitáltak a rendezvényre. Megtelt Dombóváron a művelődési ház előtti tér szórakozni vágyokkal. A rendezésben, mint minden évben, a Kertbarát Egyesület és a Német Önkormányzat hatatos közreműködése kellett. Azt gondolom, hogy ilyen nagy tömeg előtt még soha nem készült a nyitány, hiszen a kaposvári rockszínház úgy látom mindenkit idén vozott már a nyitásra. Ezt követően is azt gondolom, hogy a borhoz illő kulturális műsorok fognak következni, magyar énekes, magyar nóta, és remélem, hogy a bor, mámor az utcabálig itt tart mindenkit, és 8-tól évfélig egy utcabálra zárjuk a mai napot. Én jó szórakozást kívántam nyitó beszédemben mindenkinek, és megmutattam, hogy kell kocintani barátunkkal, és Isten éltessen mindenkit Dombóvár Fesztiválon. A környék inkább fehér borokban jeleskedik, de kóstolhattak a vendégek Schillert, rozét és vörös borokat is. Mi tulajdonképpen, ugye, mint Kertbarát Egyesület, zöldséggel, gyümölcsel foglalkozunk elsősorban, de ezek a munkák sokkal jobban esnek, hogyha a nehéz munka közben nem vizet kell inni, hanem akad egy kis bor is, és ez úgy az igazi, hogyha az ember a saját maga által megtermelt szőlőből készült bort fogyaszthatja,
és így egyre jó, és egy kicsit eltolódtunk most a bor irányába, és miután ez a mai este ugye elsősorban a borról szól, hát mi is megkívást kaptunk, hogy részt vegyünk ezen az eseményen. A téren felállított nagy színpadon 6 előadó, illetve társaság fergeteges hangulatot teremtett a dombóváriaknak. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Alakuló ülés, elkaszált előterjesztések. Elindult az új ciklus a Pécsi Városházán. Alpolgármesterek nélkül maradt Pécs. A jogi helyzetről, következményekről beszélt a jegyző. Női utak konferencia Pécsen. Fiatal vállalkozó nők a megújulásért. A Gyöngyhajú lány legendája. Omega Musical bemutató a pécsi sportcsarnokban. Szerdán a Dunántúlon többfelé feltámadhat a keleti-délkeleti szél. Hajnalban északkeleten gyengén fagyhat, nyugaton-délnyugaton enyhébb lesz az idő. Napközben 15-18 fokot mutatnak majd a hőmérők. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!